Rai gazdag, jó reggelt! Ez a Kripto Kakaó, a kriptoakadémia.com napindító műsor, én Györfi András vagyok, csapjunk bele! Visszatértem a nyaralásról, remélem nektek is jól telt az elmúlt hét, most viszont újult erővel csapunk bele a kripto világába, előtte azonban hagyományos piacok, S&P 500, nincs itt semmi látni való, szokásos, langyos pocsoja a legutóbbi kereskedési napon, és nagyon hasonló a helyzet a BTC esetében is, meg úgy általában az egész kriptoiparban. Nem megyünk se le, se föl, inkább oldalazgatunk, és úgy lassan tendálgatunk, ha valamerre, akkor inkább lefelé. Az egész elmúlt hét hasonló unalomban telt, nem volt sem olyan nagy kaliberű hír, sem egyéb esemény, ami megmozgathatta volna a piacokat. És akkor a szokásos picit mélyebb analitikai eszközünk, ezzel is sokat foglalkoztunk már, és sokat is fogunk még, mert nagyon fontos, összeveti ez az ábra, egymás mellé helyezi a bitcoin árát, és a tőzsdéken tárolt összesített BTC mennyiséget. Miért fontos ez az indikátor? Azért, mert az az elmúlt 10 év tapasztalata, hogy amikor a piacok, a tömegek, kis, közepes és talán nagy befektetők együttese arra számít, hogy a bitcoin árfolyama esni fog, akkor beutalnak a tőzsdékre, hiszen készülnek a közelgő eladási döntésükre. Amikor pedig a fordított helyzet áll elő, hát az a piac hangulata arra számít mindenki, hogy majd fölfelé megyünk, hogy mikor van az a majd, az egy nagy kérdés. Szóval amikor arra számítunk, hogy fölfelé fogunk menni a következő időszakban, akkor pedig, Kiutalnak a tőzsdékről, hiszen nincs okuk ott tartani, inkább biztonságban elteszik saját maguknak. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy esik a tőzsdéken tárolt BTC mennyiség, akkor emelkedésre számíthatunk, és ezért ez általában sikerülni is szokott, valóban bejön a piac számítása, fordítva, akkor pedig fordítva, és most azt látjuk, legalábbis tavaly november óta, hogy szétnyílik az olló, tehát a bitcoin ára emelkedik, a tőzsdéken tárolt BTC mennyiség pedig esésben van, és ez korábbi időszakokban is szépen tetten érhető, ahogy egyik indikátor, ez sem szentírás önmagában, de erre is érdemes időnként ránézni. És akkor a szokásos mainstream gazdasági hírünk, a Bank of England kormányzója, nem tudom, hogy ez a tisztség ott pontosan mit jelöl, de tök mindegy, egy fejestről van szó a Bank of England esetében, közben, hogyha a kukás autó sípolása behallatszik, akkor azért elnézést. Tehát arról beszélt az úr, hogy bizony kialakult az az árbér spirál, amitől régóta tartott az Egyesült Királyságban. Miről van szó? Az infláció miatt, tehát a pénzünk elértéktelenése miatt a Béremelést kérnek a dolgozók, megkapják a béremelést, hiszen a munkaadó nem akarja, hogy elmenjenek a konkurenciához, szükség van rájuk, megkapják a béremelést ezért. Ők viszont, mivel több pénz van a zsebükben, legalábbis ez az elmélet, ezért többet is költenek. Mihez vezet a több pénz, amit többen többször költünk el? Nem többször költünk el, ez hülyeség. Tehát mihez vezet az, hogyha sokat költenek az emberek az áruházba ittottam ott? Inflációhoz. És mivel erősödik az infláció, ezért a kör, legalábbis a gondolati kör bezárul. Erősödik az infláció, úgyhogy előállnak a munkavállalók azzal, hogy bizony nekik több fizetésre van szükségük. Ezt ismét megkapják, a többit meg már ki tudjátok találni. Nagyon nehéz a közgazdászok szerint kikeveredni az árbér spirálból. Magyarországon nem tudom, hogy ez előállt -e már, vagy elő fog állni. -e Fogalmam sincs, de az biztos, hogy az Egyesült Királyság első számú bankja azt mondja, hogy ez a helyzet, és ez gáz. Az inflációval amúgy világszerte nehezebben birkózunk meg, mint ahogy azt gondoltuk, bár vannak kedvező trendek tavaly nyár óta CPI-ban, ebben, abban, abban, amabban, de mégis sajnos egyenlőre úgy tűnik, hogy nehezebben megy az infláció letörése, 2% amúgy a cél az Egyesült Királyságban, és itt Magyarországon is az lenne a cél, hogy 1% egy, egy számjegyű legyen, bocsánat, egy szám legyen az infláció. Hát good luck, ugye már május van, gondoljatok bele, tehát már lassan eltelik az év fele és nagyon nem haladunk ezzel, legalábbis itthon biztos, hogy nem, úgyhogy gáz, legalábbis nagyon lassan haladunk. Na és akkor zárásképp egy fontos hír, ami a kriptopénzeket is illeti. A G7 csúcs találkozón Biden elnök említést tett a kriptopénzekről. A cikkünk a Kripto Akadémián, csak hogy önmagunkkal is egy kicsit kritikus legyen, egy picit túlóz, hiszen nem arról van szó, hogy ő, ő direkt a kriptokereskedőket ö, említette volna egy újságíró kérdésre adott válaszában, már Biden elnök, hanem arról van szó, hogy felsorolásszerűen említette a kriptokereskedőket is. Azt mondja, hogy I'm not going to agree to a deal that protects wealth tax cheats and crypto traders by putting food assistance at risk. De nem fogok beleegyezni egy olyan um, Egyeségben, ami védi a tehetős adócsalókat és a kripto kereskedőket, tehát elegánsan, ügyesen hogy be, hozzácsapta a kriptót a, a, az adócsalókhoz, meg a bűnözőkhöz. Csak a szokásos, az biztos, hogy ez nem, nem egy jó előjel, Biden elnök nem viseli a szívén a kriptó ügyét, úgyhogy ha lesz is meredekebb, erősebb szabályozás, akkor az feltétlenül nem lesz kedvező, már pedig az usa van szó, úgyhogy ez nem jó hír. Ez volt a hét indító kriptok akaó, mindenképp iratkozzatok föl, kövessetek a Discordon is, kövessetek a TikTokon is, a kis csengőt se felejtsétek el itt megnyomni, hogy értesüljetek a friss videóinkról, és találkozunk természetesen a napi hír a a Percekben délután. Tartsatok velünk akkor is!